Szevasztok! Még egy kis focika, 15. fordulóból, utolsó három meccs, és akkor már jön a 16. is ma, Thursday Night Football. Megnéztem a spreadet reggel, nulla volt. Megnéztem délután, meg kettő pont volt. ami három alatt van, az nem érdekel, ott menni kell a money tippel. Ez pedig a Jaguars. Lehet, hogy te már láttad. Jets ellen fociztak. Hogyha már láttad, az a tippem. Trevorka. Neóvá változott, lefocizza még akkor is, hogy a Sauce Gardner a védő. Jacksonville ritkán csalódsz, ugye, mert általában rossz teljesítményre számítasz, de hát akkor csalódsz. Most akkor ezzel megyek. Sokat esnének vissza a Jetsnek a playoff álmai. Majd erről is lesz szó, turnéagálásban, ugye játszanak vasárnap sok meccset, nem, szombaton sok meccset, ezekről vasárnap tervezek kirakni egy túlreagálást. Négy meccs, lesz ez a Thursday Night, meg három olyan, amit szombaton lebonyolítottak. És akkor a többi közül, meg majd össze-vissza jövő héten. Úgy készüljetek jövő héten össze tippek, meg, meg reagálások. De ez még sima, most akkor visszatekintés. Philadelphia, Chicago, ez még nem volt. már az elején több büntetés is megérkezik Chicago offense-re. Nincs elég baja Justin Fieldsnek, hát most kicsivel többet kéne megtenni Justin, ne haragudjál, jól van. Harmadik és 10. megdobja Equinemius Saint Brandnak a húszja Bele is húzódott Equinemius. Sokkal durvább, hogy a Taven Jenkins is kidőlt, aki a jobb oldali tekülje a Bersnek, és hát nagyon építenének rá, helyette beáll a Leatherwood, nem pótolja. Úgyhogy, még van egy kis baj, Justin, oh, hát meséljetek még, csak az van. Montgomery inkább balra fut, úgy látja, hogy ez egy jó üzleti döntés lenne, first down. Hörbit jövő hétre ígérik, hogy esetleg visszajönne az öreg Hörbi, Khalil, és akkor lenne két futója már a Bersznek, aki ilyen ügyeske most a Nökkil Harry is más sérült ott vagyunk, a Claypool szintén inaktív, szóval végképp nincs senkinek dobni. Nagy igazolások, ugye, hát testre. Nagy igazolások nem tudnak részt venni ezen a mérkőzésen. Addig marad a Kmet. Halad a labdával egy kicsit Kmet. Harmadik és egy, nem futja meg Fields, odaér Kevin Valasz, safety közül. Negyedikre inkább plitott dob a Pettis felé. Hertz is futásokkal kezd. Ugye menő új fiúnak meg kell mutatni, hogy ki az, akit igazán jól tud futni a labdával, mégiscsak hát egy évvel régebben csinálja a Hertz, szóval csókolomot kell neki köszönni, hogyha filccel találkozik. Harmadik és három nehéz dobás. Kicsavarodva a Hertz, de van a Smith felé. Érdemes azért meglőni, 20 jardot lehúzza. Scramblingből rossz dobás, Kyler Gordon belép bőven AJ Brown elé, interception. Idei negyedik interceptionje Jiren Hurtsnek. Hát több már nem lesz. Fields megtart egy labdát, az first down. Ez mindig jó opció. Tartsd meg, sokkal ügyesebb játékoshoz úgy se kerülhetne. A játékszer ugye, hogyha kijön tőled, ó, hát az automatikusan visszaesés. Play actionből is megy előre. Justin Fields. Szu, kicsit nekiugrik a földön, figyelmeztetés gyanánt, hogy azért öreg, hogyha menekülsz, akkor messzire meneküljél. Pringül fog meg egy labdát, itt a, hát a nagy igazolások, ugye, hát ő méretre kis igazolás, impactra, hú, ne beszélgessünk róla, megfogja a labdát, nyugi legyen. Josh Sweat, szek. Lezárja a támadást, igaz pont legyen. Hurts előrevág pár labdát, szakítva szisztematikussággal, amire ugye az Eagles Offense híressé vált. Hurts bejön, átveszi, dobja, átveszi, dobja messzire. Jalen Jones és Jalen Johnson is teszi a dolgát. Hát prestige match Jalen Hurts ellen. Three and out. Körna Panther, nem a sipos áron, neki sérve van úgyhogy az öreg körn rúg bele a labdába, gyengén. Fields Petisszel játszik össze a nagy választékból, ugye, Kmet indítása után. Úgy áll, 8 pass 7 sikeres quarterback részéről. Szuper impresszívség továbbra, és hát mondanom sem kell, amit Justin Fields csinál, hogy ezzel a garnitúrával versenyképes fotbalt csinálnak a liga első ellen. Harmadik és egyre Hargrave szék. Nem volt konzervatív geci ennél a hívásnál. Megbánta. Sok idő kellett volna a törbeknek, azt nem engedélyezi Javon Hargrave. Pont. Devonta Smith kap egy ballont, 43 yardot tesz meg, abból 30-at elkapás után elkerülgeti kicsit a védőket. Play action, Sanborn félre néz a linebacker helyén, megy a helyére a labda, meg AJ Brown is. 17 yard az. Tyree Jackson van a pályán, konvertált irányító, most elvileg tight end holding. Gadert nem sietett vissza, már lehetett volna aktivizálni. Egy -e nagyon fontos prestízs meccs, ugye hát Bears ellen, mégis... Bekockáztattam a sziriáni, hogy most akkor kiállunk nélküled egy mit szólnál. A.J. Brown jelentkezik a célterületen, Jalen Johnson pont elüti még a paszt előle. 3. és 15-re keveset csinál A.J. Brown, marad akkor Elliot, megszerezze a pontokat, 3-0 a kicker miatt. Fields fellép, eljut a C betűbe, közelíti Cotterbeck rekordot, ami a futott yardokat illeti lényegében az egyetlen dolog, ami megakadályozhatja, az a sérülés, pihentetés. Némi kanyarodgás után Montgomeryt hozza helyzetbe, ügyesen improvizálva a 31-esig jut a futó. Redik stripszek. Kmet csak asszisztál, de hát eleve rá bízod 1v1, és mit csodálkozol, átmegy rajta. Peszrás specialista. Második és 27 megint bántani akarja Redik. Az irányítót hozzáér, Fieldsnek ez egy jel. Ott hagyja, bekapcsol a fejében Need for Speednek a soundtrackje. Lerázza magáról Rediket, jön Edwards és lepörgi, még jönnek védők, mellettük is elpörög, átugrál. Még egyet lép, kettőt oldalra, előre nagyon gyors futás, elfogy a pályatács. Végigment Justin Fields óvatos testdennal. Na de hát azt mondják, hogy picit kilépett a kilenciardos vonalon. Nagyon szőrös szívűek visszanézik, valóban szőrös a szívünk. Hát akkor gyere a kilencesről, Montgomery, elveszi a touchdown Fields elől. Vezet a Bersz. Jó, hát nem azért ment ki szurkoló, Montgomery touchdown nézzen. Extra pont mellé. Sandersnek így újra sokára kezdődik el a mérkőzés. Vásároljuk, négyben bőven benne vagyunk, amikor labdát kap. Na de hát nem ő a főszereplő, hanem Hurts, aki újabb pikket dob. Deandre Houston Carlson elveszi. Három, három interceptionje volt eddig a szezonban Hurtsnek, most van kettő ezen a meccsen, igen hamar. Hát nagyon szórod öreg. Quez Watkins lassabban kanyarodott, mint azt Hurts várta volna. Oda szokott térni, most nem ért oda ütemből, úgyhogy elvitte a safety, turnoverek. 25-ösre hordja vissza Justin Carson, Fields elfut onnan. 81 passzolt jargja van, 82 futott. Na most, hogyha ez a meccs végére feljön, nagyon a 200 plusz 200, az azért lehet nyerni. Szinte akárki ellen. Ebner, Hand of Ball Fumble. Jó, hát ez mondjuk nem biztos, hogy arra fele visz. Redick, karon üti, félcet dobás közben. Aztán harmadik és 16, ott meg csak simán szekkeli. Eberflus edző, 48 yardos volt, nem vállalja be, azt mondja, legyen pont. 31-ről mesteredző, azt mondja, figyelj, jó a vereség, vagy mi a helyzet? Ha jó a vereség, akkor akár rá is rúghatnád. Nem mi van, ha kimarad? Hát semmi. Ugye? Nem kell pont. Így. Ennyivel ki akarják bekkelni. Maximum már csak egy safety kaphatnak. Megnyerik hat ponttal. Nem tetszett nekem ez a megoldás. Hogy a 31-esről elpontolod. Sanders elfutkározik, míg be nem mondják, hogy már csak két perc van, gainvelnek, Checkdownok mennek, vihar előtti csend, mindannyian tudjuk. Ki a vihar? Hát Devonta Smith. Behúz egyet a Kyler Gordon mellett 37 yardot. Nagyon nehéz a catch ponton elnyomni, ugye, mert ott a 40 kilóval, valamit a Devonta Smith megmozgat. Szinte lehetetlen felvenni a versenyt és akkor a nullás blitzet ráküldik Hertzre, miközben ők úgy kalkulálnak, hogy egy kubikípőrrel mennének előre, hát ez azt eredményezi, hogy elfogynak a védők. Hertz elől félreállnak, ő meg akkor belefut a célterületbe. Ez aránylag könnyen sikerült, 22 jardos TD futás, 10, 6. 40 másodperc maradt, Josh Sweat jön a szekjért megint, hát akkor szünet legyen. Boston Scott kirúgás visszahordás, Chicago 42-esig jut. Stoll kap egy labdát, Gainwell first down, aztán play action, AJ Brown lehúzza Johnson mellett az 50-20-30-as labdát, 50%-hogy az övé lesz. Johnsonnak 20. De hát alig maradt kívül a gólvonalon, minden esetre nincs TD, azt még valahogy elkerülik. Hosszú játékot nem. Páncélautó, ó, egy japán páncélautó megy a pályára társdán. Abban ül Jalen Hassan Redick újra lezárja Fieldsnek a reményeit, és Hargrave második szekje is összejön. Chicago 3 and out, nagyjából helyre kerülnek az erőviszonyok. De rossz a pont. Ráadásul rossz a pont, 40-esre. vét my Sanders. Kyler Gordon begyűjti, úgyhogy ez egy nagy esély most. Eladta az Eagles megint. Hogyan lehet, hogy közel marad az underdog? Turnoverekből láttuk már ezt a filmet. Nagy esély Montgomery fut egyet, elkap egyet, és tásdán a vége. A blitz miatt kevés emberrel tudna találkozni, ahogy megfogja a labdát a flatben, úgyhogy egyik kiasználja a blitzet TD-vel, hát a, a másik is kiasználja. Jalen Hurts empty formációból fut, Joe Thomas szereli, megfájdul a válla. Elsőre ártalmatlannak tűnik, majd a végén visszatérünk rá feldobja, akkor Quez Watkins felé a labdát, de nyilván emiatt aláhúzva, hogy beütötte a vállát, nem pontos a labda, amúgy hát mindig tű éles lenne. Pantolás. Petis, 19 yardos pont visszahordás. Fields lábon nyomja meg a statisztikákat. Velus Jones, Enderan, Fumble. Ez is a Hasson Redditjé. Sokat segítettél Velus Jones, köszi. Nagyon jó volt, hogy letraftoltunk, még legalább így nem kell, hogy dobjanak feléd, mert akár Endorantból is veszélyes vagy. Igen, csak magatokra. Play action AJ Brown fog meg a 10 adott, még egy ugyanannyit még hozzárak elkapás után. Hurts benyel egy szekket, túlságosan sokan voltak körülötte. Harmadik és 15, hát field goal passnak beillő dobás, de Sirianni negyedik és hatra is a támadást választja. 50 yardos field goal az nem kell neki. Johnson levédi AJ brown -t. Kmet és Pettis felé sikertelen vagy rövid passzok. A Bers részéről 3 úttal, lemennek. Jó a pant legalább. Na hát lehet örülni a négyesre. Jalen Johnson újra sikerrel vegzálja AJ brown nem fér a labdához. Harmadik és tíz. Screen pass, Devonta Smith meghozza az összeset. És felé legközelebb is biztonsággal lehet dobni. Nyeri a pár harcait, Devonta Smith. Azért az AJ brown is előfordul, és utána mozgatja a játékszer, de hát ez a nap már nem lett hibátlan AJ. Például a mélységi felderítés se jön be neki. Sanders töri meg a sort, egy 17 yardos futása. 3. és 4-re lenyomják a linebackerek. Lesz belőle 4. és 3, Hertz átjut. Brown felhozza következőt 3. és egyre, ott a páncélautó természetesen rendelkezésre áll. Kalkaterra felé kettő célzása van a meccsen Hörcnek, nulla darab elkapás szóval. Itt a nagy gadört mentességben nem alakult ki neki a játékidő. Enzon löket túlságosan széles, hát akkor marad a field goal. 38-ról kapufa. Itt a Soldier Fielden kapufa? Na hát ki juthat az eszünkbe erről? Igen, match negi. Fields kivételesen kihúzza a lábát még Reddicknek a markából, de közbe holding. Harmadik és 14. Peter men áll be. Fields kicsit rosszul lép. Hát Darius Slay leüti a basz kísérletét a Peter mennek. Pont. Filc konkrétan bemegy öltözni. Na hát ebből már nagy meccs lesz. Hertz feltesz egyet AJ Brownra. 68-i adott megy. De a végén leszereli a briszkör. Miért vágott középre AJ? Azt lehető tudni. Bevihette volna hosszabb tásdánra. Hát Johnson ezt most elszenvedte. Egész pontosan ezt a 68-at. Jalen. Amúgy igen jó játszott. Jalen Johnson a meccsen. Oké. Okay. Egyik legjobbja. Oh, köszönöm. És mennyit engedtél amúgy? Hát a 150 yardot engedtem. De legjobbnak számítottam. Na hát ez érdekes dolog. Hertz túljut a 300 passzolt yardon, akkor az egy yardoson Le, meg lehet a TD a földön. Nem kockáztatnak, tudjuk melyik felállás következik. Kettesnél kockáztatnak, mert sima a hagyományos QB Nem, páncélautó, kabrió autó csak simán elmegy hörc a fal mellett. Ó, tehát ilyet lehet csinálni. Mondjuk a play off meglepnek valakit ezzel az exotikummal. 25-13. Fields visszajön. Azért mégiscsak fantasy playoff van. Igaz, most akkor meg kell mutatni. Flicker, Vérus Jones marad messze a labdától. Beáll Simba Webster, a kis bátor. Hát végre, eljött az idő, Simba, hány játékosnak kellett megsérülni, hogy pályára kerülj mindenkinek. Elkapja a labdát, Simba, közös kedvencünk, elkapja elejti, fámból, kipattog oldalt. Na hát ez jó volt, hat yard. Oké, okay. dobja neki a filc megint trollságból. Igazából nincs más. First down megvan, ó, hát elindult egy karrier. Filc akkor kicsit magára hívja a védőket, sasszézik, kicsit oldalra, feldobja az üresen lévő Byron Pringle-nek a gólvonal elé. Touch. 35-ről Justin Fields. Szoros meccs. Nagy meccs. 20-25. Nézzük az onside kicket a Devonta Smith-é philadelphia -é. a Philadelphia. De fontos, hogy Hurstnek a válsérlése súlyosabb, mint elsőre tűnt. Minshew ideje következik. Most a Dallas ellen biztos, de lehet, hogy a New Orleans és a New York Giants ellen is csere irányítóval folytatja az Eagles. És az utóbbi kettő az vele is nyerhető kategória, már elnézést kérek a Daniel Jones-tól, de hát nyilván stílust váltva azért minsu nagyon sok erénye van, de pont nincs jogosítvány a tankra, úgyhogy kicsit meg kell változtatni majd a fotbalt, kíváncsi vagyok nagyon, Sztájken edző ért hozzá, Sziri hát legjobban ért hozzá, minsú rutinos, nyilván fizikuma, karereje az nem vetekszik. A kezdő irányítóval, de dörzsöltsége előtte van, bajusza hosszabb, úgyhogy ez sok mindenre elég. Én szerintem a Dallas ellen bebukják majd most ezt, mert hát ott azért halálosztók vannak, mint tudjuk. De egyébként az ilyen középmezőnyben, vagy hát maradjunk ennyiben, középmezőnyben lévő csapatokat azért le lehet pofozni, Minsúval is alkalmas rá, izgatott vagyok miatt azért, hogy nézzük, de még hogyha meg is szerzi a csapatának csoport elsőséget, NFC elsőséget, azért izgulás lesz, hogy megtöri ki a lendület, ami így csodálatosan összeállt hurts és ő körülötte, ami kialakult játék, mert amúgy white card meccs az valószínűleg nem lesz, ha már itt elviszik az NFC elsőséget, uh, furán hangzik, de ott is lehetett volna hangolódni. Tehát, hogy valami szerencsés Whitecard csapat oda keveredett volna az Eagles elé, akkor hát azok is azért hörc, hogyha visszajön, lerázza a itt tartunk erre való felhozó meccs, de lehet, hogy nem is vesznek részt, aztán majd divíziós körben jön vissza állítólag nem biztos, tehát már lehet, hogy már, már a Giants ellen, hogyha kell, akkor beáll, csak ott meg le, hogyha nem lesz tét, akkor az ott egy érdekes dolog, hogy most akkor mennyit várjanak vele. Ezt azért monitorozni kell folyamatosan, aztán azt se zárták még ki, hogy már a Saints ellen a pályán lesz, és akkor mindenki nyugodjon le. Mondjuk az ott ö, ideális lenne, hogy játszik a Saints ellen, a Giants ellen már nem biztos, vagy csak egy fél időt, és akkor kihagyják a playoff első kört, de hát minden esetre a rájátszásban pályán lesz. Na most, hogyha ezt egészségesen teszi meg, akkor nem nagyon kell izgulni, valószínűleg. Ami hát egyénileg nyilván probléma, hogy nem gyűjt majd statisztikákat, és ezáltal így az MVP cím az nagyon-nagyon eltávolodik a részéről. Esetleg abból lehet bízni, hogy Mahomes elkezd nagyon sok interception dobni, és akkor kikapnak miatta sokszor, gyenge tervnek érzem, de hát most ez a legjobb, aminek szurkolni lehet. Azért fontos lenne, mert biztos, hogy kapnék százalékot, mint Hertz menedzsere, hogyha beütött volna az MVP cím, de hát így akkor nem lesz. Jó, hát akkor nem lesz, akkor hát ha majd a gyűrű. Azzal vígasztalódnak. Na szóval ez a szituáció a teljesen ártalmatlannak nézett ki, egyetlen ugyanolyan szerelés, mint az összes többi, de ez most hatott a Joe Thomas-tól. Úgyhogy minsú idő, nagy minsús is vagyok egyébként, szóval izgatott vagyok. Az Eagles további mérkőzései miatt kellemetlen az ő szempontjából, hogy pont a Dallas az első, aki szembe jön, mert hát ők a leginkább kemény defense a hátralévők közül, meg úgy a ligába nem sok van kellemetlenebb. Tehát az első meccsen ugye Cooper rush jöttek, hát akkor most úgy illik az is, csere irányítóval menjen nem lesz förtelmes az offense. Tehát az AJ Brown megfogja a labdát akkor is, hogyha Minsu adja. Bármilyen hihetetlen. Ugyanez igaz Devonta smith Smithre és Gadörtre is. Futónak lesz hely. Nyilván a front seven nem húzódik annyira hátra, így hogy hurst nem kell annyira aggódni, hogy megtartja a kezével. Szóval érdekes lesz nézni. Külső szemlélőnek is mégiscsak panyagság egyik favoritja. Csere irányítóval információ jellegű, hogy mire képes. Chicagóról néhány szó, hát figyelj, szar minden, csak Fields nem, szóval. Itt a tökéletes szezon. Az nagyjából így nézett ki, hogyha belegondoltunk tavasszal. Fieldsről kiderül, hogy hát Hall of Fame, és a többiek meg elrontják a meccseket. Hát az nem baj ma jövőre. Minden csodálatos. Jó, nyilván annyira nem szar minden körülötte, de az is sok minden igen. Hogyha egy egységeket nézek, nem játékosokra gondolok itt, hanem arra gondolok, hogy passzvédekezés, futásvédekezés, special team, döntések ott az oldalvonalnál, igen, passzblokkolás, futásblokkolás, elkapás, igen, ezek szarok körülötte, de egyébként meg quarterback az zseni. Úgyhogy hát most jobbat nem akarsz ennél. Boldog Chicago. Év végén általában 32-ből hát 4 vagy 5 csapat van, amelyik azt mondja, hogy ez egy jó szezon volt. Bersz közte lesz. Sunday Night Football-ra beflexelt mérkőzés, Giants Commando. Nem könnyű mostanában flexelgetni, hát annyi kiváló párosítás van. De hát ez kiemelkedett, ugye. Két running back érintés, már 25 yardot megy előre Washington. Háj neki, lesimítja a passzokat, távolba sikertelen. Harmadik és ötre Terry McLaurin, egy aránylag félelmetes játékos. Mindössze négy yardot csinál. Hát akkor támadás. Robinson a negyedikre, pipa. Curtis Samuel kezébe adott labdákból. Minuszok sikerülnek. Kétszer is Tibodo lekapcsolja, ahogy hozzá kerül a labda. Ryder Anderson nevű ürge. Szekket jegyez. Oké, okay, te meg ki vagy? Ön hogy a Radni Andersonnak az öccse. aki az a Radni Anderson? Hát, jó kis futó volt prospektként, csak egyetlen egy tért szalagja se volt már, mikor profinak állt, úgyhogy őt ismertem, ryder nem annyira, de hát élvonalbeli fotbalt kinéz. Szóval ő gyakorlóból aktivizálódik, szek. Utána pantolnak, 34-ről, ó, te, még az éberfusznak azt mondom, hát jó van fiú, hát elment a szezon. Na de hát Ron River a 34-esről pont, úgyhogy a Joey Sly a rúgó, tehát a Joey Slyról azt kell tudni, hogy irgalmatlan, pontatlan, de erősen rúg, szóval akár még be is vihetné a szél, ez mi ez, és várjál, hát utána megkapták, mert Richie James visszahordja a 30-asra, 34-ről pont, és visszahozza a 30-asra. Én azt gondolom, hogy itt Ron River a rászolgált a vereségre. Tehát nem érdekel, hogy mi lesz a hátralévő 59 percben. Ez borzadály. Slayton keresi Amazoknál Daniel Jones a sárga vonalon kétszer, de Danny Johnson megakadályozza mindannyiszor. Pont az meg rövid. Nem a jó special munka miatt lesz emlékezetes ez a meccs. Brian Robinson tömegjelenet, 15 yardot mennek előre tömegben. Samuel futás. Tibodó most szereli kettő yard után. Pozitív yard. Na, mi van Tibodó? Nem bírsz elkapni? Heineke megtart egy labdát. First down fut. Gibson se akar lemaradni. Hát eddig álomszerű drive. Robinson first down. Gibson, Heineke mindegyik a földön. Scott Turner nagyokat csettint. Tibodó szerel mínuszban, ennyi lett volna akkor az ünnep. Gibson elejt egy labdát 3. és 12-re, játék kisletetése aztán false start, aztán field goal pass, na végül is Sly 41-ről rárúghatja. Gól. Saquon Barkley indítja újra termelést, az elmúlt hetekben kicsit leállt, ami a jardokat illeti, de most akkor itt összeszedi magát. DJ Keepert belül jól fogják a védők, harmadikra már ölelgetik Danielt, miközben dob, és Hudgins-t is ölelgetik, miközben próbálná behúzni a labdát. Hát akkor ez így pont. Lukasz holdingje után hátra szorulnak kommandósok. Tibodó jön, Stripsek. szabadon lévő labdát megkeresi, beérinti a golvonalon túlra úgynevezett touchdown. Hát megnyomja az év végét. Az év újonca szavazáson Tibodó hirtelen még egy pár defenzív TD-vel próbálja magára felhívni a figyelmet, meg sok mínuszos szereléssel. Jó, hát mondjuk az szokott segíteni. 7-3-ra vezetnek akkor azok, amelyik ő van. Visszafutáshoz, akkor kommandó úgy van vele, hogy ez nem biztos, hogy jó lenne. Robinson amúgy jól megy előre. Egészen addig, míg oda nem ér a line scrimmage-re Landon Collins. Külön pikantériája mérkőzésnek. Visszatért a Giantsbe, aktivizálják, ráadásul most előző csapatával találkozik. Nem azzal, amelyik draftolta őt, mert az a Giants. Robinson nem ijed meg a látványtól, újra talál helyet magának, már a Giants tér felén. Távoli szöktetésre zászlót remélnek, de hiába. Ketten zártak oda, és harmadik és hatnál Curtis Samuelre is figyelnek többen. Negyedik és hatra pont. Negyvenesről. Azért. Elmegy a labda a hármasra. Most volt térfélcsere, vágod. Szóval értem, hogy rettentő hideg van, de most akkor, hogyha szembe is fújt volna a szél, azért mondod, nem rúgjuk rá, hát ilyen szélbe. Másik térfél, hát nem rúgjuk rá, biztos keresztbe fújt. Ő igen, ó, kiépítette így a pályát. Heti új titan Giantsben most Nick Venett kihozza egy rollout pass után a labdát. Talán a Broncosban játszott legtöbbet. Vagy a Buckeyesban, hát még az könnyebben lehet. Barkley elkapásból villog, de azért nem a végtelenségig. Jonathan ellen egyszer ráfekszik mínusz 5 yardért. Richie James két elkapásból megoldja ezt a távolságot. Daniel Jones mindig jól dobja. Hát igen, fel kell tenni, mindig jól dobja. Most is. Például Hudgins-nak aki hiába pattan fel, már hozzáért a logóban Fuller. Kilenc jó passz után inkámplított dob Daniel Jones, hát pedig már közel volt a karrier csúcs, az 11. Brídának vannak érintései, harmadik és kilencre Daniel Jones nem lát célpontot magának. Negyedik és 9-re támadás. Itt is lehetne field goal rúgni 53-ról, nem kell a field goal. Hideg van, fából van a labda, belerúgsz, eltörik a lábod. Ja, hát akkor támadás. Richie James elkapja. Ha hát mondjuk, hogyha feldobhatod a Richie James-re, akkor azt mindig meg kell húzni negyedikre. Pánikoló Washington defense, hát akkor benyel még egyet utána a Hudgins-tól is. Ötösön vannak New Yorkiak. DJ nem fut be, de majd White a szék van, igen. Úgyhogy DJ a running back. 14-3, Barkley. Másfél percet hagy. Terry McLaurin, régen jelentkeztél, jó, belül berül szerelik. Apró játékok vannak csak, védők folyamatosan odaérnek, harmadik és öt. Kikergetik Heinekit a zsebből, nem tud indítani szünet. Giants magabiztos vezetésben vannak, és Slayton még csak most kezdje el a mérkőzést, most kap labdát elsőként. Harmadik és háromra nem tud fellépni Daniel Jones, a dobása így nem ideális. Pont lesz, kilenci vonalra. Scary Terry helyezkedik a sárga vonal környékén. Heineki neki megbírja dobni több alkalommal. Diami Brownnak a sebességét is kihasználják egy Endurántból aztán a screen pass McLaurinnak 20 yard Így kell ezt csinálni. Egy pass Heinekinek, egy másnak. Ez pedig így felváltva csinálod, de hát legalább a fele azért a terri felé menjen. Ki legyen a más? Hát a más az lehet például a Dotson, aki bejut a vörös zónába. Sőt, ha már ott van, hát akkor Dotsonnak még egyszer. 19-ről megbolondítja McLeodot. Céltörleten könnyű célzás. Touchdown Washington. És akkor a kettesre is mennek, Curtis elkapja, de Datson támadó passz interferenc. Legyen akkor egyes, egyes mellé. Jó ötlet volt a pont az elején. Földön mozog a New York. Daniel Jones gyanúsan elveszít egy fanbült, de lent volt a könyöke már. Barkley-ra lehet építeni, akárhogy kerül hozzá a labda, rágja át magát a védőkön. Feliciano holdingja után már a field goal távba se lesz könnyű eljutni, de Daniel Jonesnak scramblingből összejön a dolog. Gano 50-ről szerez pontokat, 17-9 az állás. Robinsonnal visszatér a futás Washington offense-be, mert ugye azt javaslom, hogy egyet a terinek, egyet másnak, jó, de hát akkor hol van ebbe a futás? Hát erre kell ugye az offenzív koordinátoriskola. Flea Flicker, Flick Flack, Diami Brown nem ér oda alá. Harmadikra lefogja a futást a Giants. Negyedik és egyre, hát pont nyilván. Mi lenne, ugye negyedik és egyet pont. De az legalább jó messzire megy, az egyesre nagyon jó volt. Nem bírják kivinni onnan Bellingert, Forest tartja nulla jardon, úgyhogy 3 out. Dex Milne visszahordó szerepkörében Bubu, de marad a fővárosi, aki a labda. Robinson nem csak erősködik, hanem olykor ilyen fifikás irányváltásra is hajlamos. itt kiforgatják, 14 yardot fut. Ugrik vele együtt a szurkoló természetesen. Gibson fanbőjét is megúszszák, Washington mindig megúszta törnövet, de harmadik és kilencre Pinok blitz odaér az irányítóra, Csáli a pasz, Field goal lesz 51-ről, az befér. perúgó 51-ről, hát, hát kell gondolni a korábbiakat. Richie James térül, fordul a line of scrimmage-ről előrefelé. Barkley is várja a paszt. Még csak az ötödik elkapása sokkal többnek tűnik. Jones most lábon nem sokat tesz hozzá mérkőzéshez, ellentétben a korábbiakkal, de hát valamelyest állítólag azon is múlik ki az ellenfél. Harmadik és nyolcra Forrest ér labdába. Barkley előtt ezzel pontot kényszerít ki. Hosszú pálya áll az offenz előtt, előre vágja haj neki, Datsan leszedi, 61 yard. Pinok tehetetlen volt vele szemben. Nagyon ritka bravúr, amit itt most bemutatott, vékony dongájú. Hosszú megoldás, ugye heineki től elmegy 61 ért a labdát, azt se nézett ki. Igen, ráadásul Datsom meg leszedi, aki soványka. Robinson egy masszív futással épít az eredményre. Terry csak közelít, többre nincs esély, rossz helyzetbe kapja a labdát, hiába fogja meg. Harmadik és négyre Dexter Lawrence szek. Challenge után kiderül, hogy Fumble is, és Leonard Williams gyűjtötte be. Na hát akkor ez nulla ponton marad. Barkley first down futások, ez a kevés időt visznek el, de nem bánják igazán. Három futás, 41 yard, Oké, okay. mennyivel jobb lett volna kilenc futásból, ugye? Több idő elmegy. Daniel Jones is előre lopakodik. Rúgó már készül, kiabálnak. Rivera időket kér. Two minute warningnál akkor eljön a pillanat. 50-ről kellene field goal rúgni. Bemegy. 20-12 az állás. Gibson, kirúgás, visszahordás, 43 yardért. Háj a szélen üresen találja Samuelt megúszni, 27 yardot elérak. Datsoni a következő nagy passz. újra a csúcson, mint annak idején a tavalyi szezon második Thursday Night Football-ján, hogy emlékszel, Giants football mérkőzést játszottak. Régen a Commanders adott a nevük, hogy azért meg ott egy másik nevük, és akkor ezek játszottak tavaly, második forduló, és neki igen jól ment. Na most ezt megidézi ebben a néhány drive-ban egymás után, ahol hát nem tud rosszat csinálni lényegében, csak a nagy playek egymás után non-stop. Tízesen lép ki Datson az indítást követően. Aztán dadogós a snap, fellövi neki hát McCloud interception lehetne, de elejti, mint általában a cornerback-ek elejtik Heineki-nek a passzait akkor fut az irányító, Tibodó, hát előtte van, próbálná Tibodót elfektetni, haj neki ide hamar feladja ezt az esélyt, aztán inkább eldől, de hát így is eljutott az egyesre. Lényeg az, hogy kívül tartották, hát marhára fontos, még kettő playt tudnak futtatni. Robinson, touchdown, de illegal formation Terry McLaurin nem állt oda vonalra. Na hát a kedvenc büntetésem ugye az illegal formation. És akkor ilyenen múlik, hallod. Jó, nyilván hát szívás, nem álltál oda te hibád. Mhm. Uh -huh. De hát azért idegbe kerülsz tőle. Ilyenen elmenne a mérkőzés. Olyan, mintha 33 núról kikapnál mondjuk. Hasonló? Vagy rosszabb? Hát nem tudhatjátok, azt csak én tudom. De legalább nem kezdte hátradobálni a Terry McLaurin, ugye? az még ott zavaró lett volna. Odzsulári húzza neki, rossz a pass, negyedik és gól. Darnay Holmes elüti a labdát Curtis Samuelnek a nyakából. Hogy került a nyakába? Oda mászott esetleg bele illegálisan, vagy oda született? Mert akkor nem tud mit csinálni. Hát ez nem derül ki, de zászlót nem dobnak. Ott kalimpál az embernek a nyakában a korner. Mondják, jó, mehet. Nagyon durva hiba a játékvezetők részéről már. Újra itt vagyunk. Mert még hogy ezt megcsinálták volna, még utána el lehet rontani a kettest. Hát mennyivel jobban érzed magad, hogyha kommandós vagy. Megvan a TD, ugye? Vagy befújják a bírok, megadják, vagy megadták volna a Robinsonnak. Igen, és utána elrontjátok a kettest. Na no, hát akkor emelt fővel kikaptok. Így meg, hát elment, nem lett meg a hosszabbítás. Még a hosszabbításba is kellett kapni, az milyen jó lett volna, nem? Beviszi a Robinson, elkapja a McLaurin a kettest, ugyanebből a playből, és kikapnak a hosszabbításba. Hát az megint csak egy csodálatos érzés lett volna. Vagy X lesz. Hát az a Giants nem írja alá. Giants győzött, közel a playoff. Mert főleg egymás elleni eredményen múlik, ugye? Amit a kommandóval itt összekönyökölnek egymásnak, én tartom azt, hogy a négy nem fog bejutni az NFC Beastből, még hogyha a Trive szolgálnának. Azért valaki ki fog csúszni, és hát emiatt most kommandónak eh, erre nagyobb esélye van. Jövő héten a San Francisco otthonában, meg a Minnesota otthonában, ha tényleg playoff kaliber ez a két csapat, akkor ott megmutathatja mindkettő, hogy joggal pályáznak erre a szerepre, de hát nyilván a Giantsnek most így ilyen állásnál kevésbé sürgető, hogy gyűjtögesse a dupla véket hát nem szép alapvetően a Giants fotball, de hát így, ilyen kevésből ilyen sokat kihozni, ami a győzelmeket illeti, -e, valóban honorálható egy playoff részvétellel. Ott azért nem mennek majd végig, tehát még ha be is jutnak, ha jó, megtapsolod, örülsz, de ott vége lesz, ha csak nem reaktiválják ilájt. Mert akkor meg megnyerik, hát nyilván az a tisztában vagyok, de ilyenfajta találgatások még nem indultak el. Óriási lépés volt. Ez, hogy most sikerült, hát úgy, ahogy. Ugye? De hát sokszor volt már itt rettentő mákia ennek a Washington Commandersnek. Ebben a szezonban itt most játékvezetők képében ütött vissza a másik irányba. Ez az, ami hát, jobban fáj minden interceptionnél, azt gondolom. De hát még van néhány mérkőzés, hogyha tényleg elég erősek hozzá, hogy playoff mezőnybe tartozanak, akkor ott ki kell kaparni. Nem nagyon fogadnék rá. És mi a Chase Young? Játszik már Chase Young következő fordulóban? Na és a Chase Young azt mondta, hogy a következő fordulóban lehet, hogy beáll, de hogyha nem, akkor lehet jövő héten. Az, vagy azutáni héten már lehet. Jó, köszönjük az infót. Monday Night Football, Green Bay, Los Angeles Rams, ívós összecsapás, hasonló mérlegűek, nagyon várt, hát hétfő mindig jó meccs, következő milyen jó lesz, ugye, kolc játszik, Hú, nagyon várom, egyedre maradjunk ennél, Akers jó futással kezd, megmutatva, hogy itt kompetitív foci lesz, hát az egyik négyet nyert, másik ötöt, szóval hát akármi lehet ez a meccs, Kenny Clark nem ért egyet, ő nem akar itt kompetitív fotballt látni, mínusz két járt aztán false start, harmadik és 15. Megdobja Mayfield, harmadik és 15-öt. Stafford egyből be is jelentette, nem vonulok ám vissza, el ne felejtjék. Superbowl győztes irányított itt már a Mayfield kedvéért. Harmadik és kilencre várakozás mayfield -el. Preston Smith szekket nem ússza, meg hiába húzgálja a lábát. Pont. Kishon Nixon szokásos zseniális pont return megkezdődik. Rogersnek sok ideje van, csak Csegdán a vége, elejtik azt is. Kezdődik akkor síralom. Nincs itt semmi probléma, Romeo Dubs például visszatért, ellép durant egy first Na hát ez bíztató már, és itt vannak csoda ikrek, elkezdik az elkapást. Nem nagyon fociztak együtt még, amióta Green Bay mezbe vannak. Lazard és a futók szintén szerepet kapnak, Daps második érintés, az már vörös zónába visz. Megfelezi Aaron Jones, Christian Watson endzomban, fennakad Remziben. Harmadik és gól, szek, nagyon sokan egyszerre. Crosby bebikázza a field -gólt. Mayfield várakozik újra, ennek odaér. Miért várakozik ilyen sokat a Mayfield? Nem tud olvasni? Nem nagyon szakadnak el a nekék, elmondom neked, pedig hát ha valakitől elvárnád. És a Higby screen is ö, ellehetetleníti. Kingsley Nagbaré. Jó védekezések. Three and out. Dixon, 31 yardos pont, a kiváló special teamek mérkőzései, harmadik kiadás. Green Bay, erőfutballal jön ki, szurkolók kedvence, ugye? Dillonnal, Tanyennel ott tologatják a védőket maguk előtt. Rogers, rollout, Lazár töküres, túldobja, rep, interception. Ennyit a fineszről, ezt is izomból kellett volna a hókotróval. Rokkon védelmek találkoznak, ugye, szeretnek egyikből a másikba igazolgatni. Kyren Williams és Kemé is futalabdával elkapják, működik a dolog, rövid megoldásokból lesz közepes. Nagy eszű Ford, safety közül, már a kispadra lök a futót. Vöröszónás akció emiatt, tutu, Sweep. Émosz kisöpri a lábát, mínusz négy yard. Csak fentebb jön Higby, a first down az esélytelen. Baker bekockáztat egy picket, de Quay nem elég labdaügyes. Field goal 33-ról, eredmény 3-3. Futás-futás, passz. Jó lesz. Rendel a végén a korona ékszer. Dillon elkapásból is halad. Ellenőrzi, hogy kellett akarítani a havat másik térfélen. Káb felé, újabb siker. 43 yardja van Rodgersnek a drive-ban. Nem egy playből, azért el ne állj Kénytelen Rahim Morris 8 embert hátra hívni coverage-be. Például hojtott. Hmm, több alkalommal megy hátra hojt. 3. és 9. Káb megjátszható, de Remzi szereli. Negyedik és háromra Dilon megfutja. Vörös zónában marad nála a labda, betuszkolják a golvonalra néhány érintésből AJ Dilont. Apró szívtik, ott vannak ugyan, de hát sírnak ellene. Csak ne küldjétek ide az AJ Dillon 10-3. Oda küldték. Pavel és Skovronek is kap rövid labdát, hozzá kell tenni így a magáit harmadikra Tutu Etvelnek. Sikerül. Devondre Campbell üldözi. Csoportban a második leghíresebb D. Campbell nevű ürge. Quay Walker Blitzből kipiszkálja a labdát, de Rams játékos fekszik rá. Harmadik és 13-ra behúzza Van Jefferson az indítást. Az utolsó percre kanyarodunk. Tutu, Tú -tú, túl sok szerepet kap, hiába néz felé Baker Mayfield. Maradjatok a gadgetnél, hát jó, csak nincs más senki, aki játszhatna. Field goal 55-ről bevágja Gay. 46 másodpercet hagyott Nixonnak. Eléggé sárgás az a blokk, amit bemutatnak, úgyhogy a saját 13-asról startolhat a Rodgers. Aaron Jonesnak Fantasy másodpercek, Rogers nem tud beleállni a végén a Helméribe. Úgyhogy ennyi marad az állás. Green Bay kezd, Rogers lehúzzák defense holding közben, szóval nem számít, de azért fáj neki. Annak ellenére, hogy érvénytelen a játék, teste megérzi. Dubs átviszi a labdát a sárga csíkon. Vajon tompítja a Romeo Dubs a Christian watson Ő is ilyen uh, Mixon-Pirány szituáció, hogy a kettő egyszerre jelen van, akkor mindig csak a Dubs lehet jó. Na hát akkor tesztelik Watson-t. Te tudásodat kioltja a Dubs? Dobja neki Rodgers, elkapja Watson. Na csak. Dillon is uh, elkapja, újra Hoyt fut utána. Hát azért a Hoyt 310 fontnak írják. De egy konkrétan ő defensív tekül. Tehát még csak azt se lehet mondani, hogy jó, hát valami egy játékos szaladgál a futóval. 3-10. Na még hogyha fogyott is azóta, hogy megmérték, még akkor sem kevesebb 300-nál vágod. Aztán akkor rohangál hátra coverage-be. Oké. Okay. Watson újabb célba vétel. Nick Scott se zavarja meg. 13-ason húzza le szuperstar elkapó. Linus scrimmage re menő labdákat könnyebben levédekezik a Wagnerék. 3. és 6-ra a Jersey, legálkontakt. kontakt. Dillon újra befurakodik, 17-6. Kevay Walker mínuszban szerel, Skura holding, 2. és 22. után rövid pléjek, pont. Nixon turn legenda, ráadásul meghúzzák a rácsát. Hát most, ha megkerestem a Nixonnak, milyen háttere van, kiderült, hogy a Arizona Western nevű junior college csapatban neki nagyon jól mentek a pantritörnök, meg atletizált is. South Carolina-ba kevesebbet bíztak rá, de ott is eleinte special teamerként dolgozott, szóval... A nem emlékszem rá, hogy ilyet csinált volna, de itt a Green Bay-ben hát rátaláltak a posztjára. Rodgers a 35-ösre áll be, szokásos irigylésre méltó körülményei vannak Aaron Rodgersnek, kiváló fiatal elkapók, csodálatos pass uh, protection, nagyon jó a séma, futás leveszi a terhet, ugye, és emellett még a védelem és a special team rövid pályákat biztosít neki, szóval. Ez Aaron Rodgers mindig is erről volt szó, hogy itt Green Bay-ben borzasztó könnyű irányított játszani, főleg neki. És ráadásul elég a handoffot ugye kiosztani, mert abból megoldja az Aaron Jones. Azért egy bootlet, bootleg végén Mercedes Lewis-nak indít, az az öreg fiúk draft prospektek egymás között. Már tavaly is várták hogy az öreg fiúk draftra, hogy esetleg a Mercedes Lewis bejelentkezne, de még mindig nem, még mindig marad a profiligában. De hát most látjuk, hogy miért. Hát újra gól helyzetet teremt az első körös tájtent. Hát még az is van, hogy a Rodgersnek első körös Titan, szóval nem nagyon tudunk már mire mutogatnia, ami amivel takarózni lehetne, hogy miért nem működik az offensz. Hát csodálatos minden. Aaron Jones elkapott 24-6. Eldölt ez a meccs azért még 18-at, hát azt nem csinál a Rams neked. Akers screen, kialakulnak a blokkok ugyan, ráadásul egy kicsi, bántott nagyjátékost, arra érkezik a sárga zászló Jair Alexander ellen, volt pofája neki menni a támadó falembernek, 15 yardos büntetés, mert hát túl mélyen csinálja. Akers átlaga nem olyan rossz, és tovább javítja, két megindulásból a tízesre jut. Eddig nulla darab tight end láthattunk a remstől től vörös zónában idén. Higby megszakítja ezt a sorozatot. Az extra pontot mellé rúgják tét nélkül. Nixon kirúgást is hord vissza, átjut a felező vonalon. Dillont lenyomják, majd turnover veszélyes dobás rodgers de biztos csak a védelmi passzinter miatt, amit a Troy Hillen láttak. Remzi lelkesen segít a futás ellen, hát ő mindig lelkes akármi ellen. Floyd szekket jegyez, pont. Mayfield a rollout végén védőkkel talizik, Justin Hollins bosszú szek. felkapta az ellenfél, mennek a playoffba állítólag vele miatt a Green Bay Harmadikra estében dob. Mayfield Douglas Interception. Skovronek gatyába rázza. Fambült okoz. Pattok hátra. Émoszé. 31 adóson akkor megtörténik labdabirtoklás csere Green Bay. Dupla labdavesztés ugye egy play-ből, ezután csak egy sima labdavesztés. Szóló. Egyetlen egy labdavesztés Aaron Jones-tól a kiműti a labdát. Los angeles -i. de rettentő távol vannak, szóval. Jó volt, jelen, elvetted, örülünk, de az előre vihetted volna, halott kicsivel jobban. Play action gránát, az nem teszi jóvá. Alul dobja, Mayfield. Amos, védelmi pass interference, Tutuetvel ellen. Ó, szóval ez volt az. Nem ment eléggé. Melyre a labda? Megállettvel ütközik a safety 40 yardos büntetés. Preston Smith, szek. Powell elejti a paszt. Vannak hibák ezen a mérkőzésen. Például holding. De azt már nem is kérik havenstein a holdingot. Legyen a negyedik és 15 maradjon. Pont. Dubstól még egy jelentős elkapás befigyel. Négy elkapás 55 yard nevadai nem véletlen távozott Sammy Watkins. Hát itt mi meg vagyunk, fiúk, ez a devcsát, ez annyira tele van, meg a Zamani Rogers se férbe. Watson marad aktív, hosszú drive alakul ki, Patrick Taylor és Aaron Jones most a futók. Melyik ők a jobb? Hát az Aaron Jones. Ő jut el a 12-esig. Christian watson kívül tartja Troy Hill, ami hát nem könnyű, az elmúlt meccseken azt láthattuk, hogy három touchdown, vagy két touchdown, valami ilyesmi, most meg nullád van, hát az egészen nevetséges. A harmadik és kettő nem várja a labdát Watson. Borzasztó csalódás. A negyedik és kettőre Aaron Jones first down, de nem touchdown. Akkor érdelés. Green Bay feljött, 6-8 most már a mérlegük. Ez azt jelenti, hogy legfontosabb Jordan Love padozik tovább. Még playoff remények megmaradtak. Talán majd a Miami ellen eliminálódnak, és akkor jöhet Dr. Love. A Ramsről már felesleges beszélni. Az ő szezonjuk az aránylag régen véget ért. Most meg azt nézzük, ahogy véget van érve. Csodálatos nyelvi megoldást, akár a fordulóra is mondhattam volna, ugyanis a végére értünk az összes találkozónak. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, erre a hétre vonatkozólag, az előző videókra is, meg a maira, és akkor remélem, hogy a továbbiakban is az ilyen rögösebb következő két hétben majd még tudunk találkozni sokszor. Holnap rossz tippekkel szeretnék jelentkezni, és akkor azzal elindul a következő forduló, ez még talán könnyen megtörténik és akkor ott találkozunk legközelebb. Köszönöm mindenkinek, aki támogatja a csatornát, patreon.com-on, és jó meccsnézést mindenkinek Thursday Night Footballra. Szevasztok!